Lőrinci város önkormányzata folytatva a hagyományokat szabadtéri misével és kenyérszenteléssel emlékezett az államalapítás ünnepére a Szent Mihály templom melletti parkban. Az eseménynek otthont adó park zsúfolásig megtelt. Mintegy 200-an kísérték figyelemmel az ünnepséget, amelyet Víg Zoltán polgármester ünnepi szavai nyitottak meg. Beszédében többek között kiemelte, hogy Szent István király fájdalmas, de elkerülhetetlen rendelkezésekkel rombolta a régit, és rakta le az új alapokat. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplő lőrinciek! Valamikor régen egy nagy európai gondolkodó kérdezte, hogy mindjárt az emberek esze. És így válaszolt. A táncoláson, a lantpengetésen, az éneklésen, a versíráson, a lovas karikajátékon, párbajozáson, a királyi cím elnyerésén anélkül, hogy valaha is elgondolkodnának rajta, mit jelent királynak és mit embernek lenni. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan üzenet, ami ma éppen nekünk, magyaroknak szól. Évek óta úgy tűnik, mint augusztus 20-án elsősorban nem arról gondolkodnánk és beszélgetnénk, amiről kellene. Ma Szent Istvánra, a királyra és az emberre emlékezünk, de közben fel kell tennünk a kérdést, milyen volt államalapító királynak lenni. A magyar közmondás úgy tartja, hogy fapénzzel várat építeni nem lehet. Áldozatvállalás nélkül nincs alapozás, nincs építés. Márpedig István király fájdalmas, de elkerülhetetlen rendelkezések hosszú sorában rombolta a régit, és rakta le az új alapokat. Tette mindezt ellenállás és szembeszegülés közepette. Ahhoz, hogy legyen ereje véghez vinni akaratát, hatalmas hittel kellett rendelkeznie, de tudta, hogy az ország egyetlen esélye a fennmaradásra az, ha csatlakozik a keresztény feudális Európához. Az egyetlen esély akkor is, ha addig ismeretlen kötelezettséget, adókat kellett a magyarságra kiróni, és akkor is, ha mindez népszerűtlenséget hozott számára. Az idő István király előrelátását igazolta, mert a nyugati Európának tudomásul kellett venni a magyar állam megszületését. Ugye milyen ismerősek ezek a mondatok 2011. augusztusában? Ma a politikusoknak nincsen könnyebb dolguk, mint évszázadokkal ezelőtt. Igaz, Magyarország ma független, önálló ország, tehát megvan az út. Csak az a kérdés, hogy merre haladunk tovább. Lőrinciben ugyanezzel a kérdéssel találkozom nap mint nap. Merre tovább? Ma nem csak az államalapítás évfordulóját, hanem az új kenyeret is ünnepeljük. Talán sokan nem tudják, hogy az Alföldön és Erdélyben még sok helyen életnek hívják a búzát. A búzát, ami szenvedés története végén átlényegül ugyan kenyéré, de még mindig életet ad. Hát ezt szeretném mi is. Életet adni, életben tartani, még akkor is, ha az odavezető út nehézkes lesz. Ma ugyanis nem csak az ország, hanem a lakosság is eladósodott. Vagyon hogyan tudjuk megvédeni, és egyre nehezedő körülményeket megváltoztatni. De kérdezhetnénk azt is, hogy miért egy település lakosságán csapódik a támogatások mértéke, vagy azok megvonása, ha nem kíván párt politizálni. A lakosság pedig jogos igényeket támaszt a városvezetéssel szemben. Legyen a településen orvos, fogorvos, iskola, óvoda, vagy bölcsöde. Legyenek új munkahelyek, új utak, gondozott parkok, és főként biztonságos élet. Mindezek megléte azonban nem magától értetendők. Egy ilyen kisvárosban, mint a miénk, két dolgot kell számításba vennünk. Egyrészt működtetnünk kell a már felsorolt intézményeinket, amit a befolyt adóból és az állami támogatásokból teszünk, másrészt a lakosság igényeit figyelembe véve pótolnunk kell a hiányosságokat. Ezeket a fejlesztéseket azonban csak hitelből tudjuk megvalósítani. Ez pedig újabb kérdést vet fel. Hogyan tudjuk képviselni a lakosság érdekét, ha mindez a tetteink megítélésével nincs összhangban? Pedig a város pénztárcája pont úgy működik, mint az önöké. Vannak befolyt összegek, kintlévőségek, és mint jól tudjuk, hitelek is.
Lőrinciben ugyanúgy, mint országos szinten, népszerűen intézkedések váratnak magukra, hiszen a már idézett közmondás szerint fapénzen várat építeni nem lehet. De vállaljuk a népszerűtlenséget is, ha adnak az az ára, hogy új alapokra rakva elinduljunk felfelé az úton. Ehhez elengedhetetlen az összefogás és a támogatás, amiben önökre is számítunk. És ha mindez mi is és más települések is közösen megvalósítjuk, akkor az az országunk képes lesz arra, hogy megújuljon, megerősödjön és a régi Szent Istváni fényében ragyogjon. Egy közösség úgy működik, mint az emberi test. Kell bele gerinc, tartást adó csontozat, erőkifejtő izomzat, éltető véráram és szellem, amelyik végső soron irányt szab a test tetteinek. Egy város életének is van alapja, építménye és szilárdsága. A városunk életének alapja a jog és a rend. A jog és a rend szilárd váz, amit az igazság kötőszövete tart egyben, és a közös kultúra pedig az a szellem, amelyik összhangolja a testrészek működését. Ha kiveszem a városunk életéből az igazságot, összecsuklik. Ha a hazugság megtámadja és parazitaként rágja, megbetegszik és leesik a lábáról. Ha a közös érdeket valami másra akarják cserélni benne, az öd érdek érvényesül. A test eltorzul és kifordul önmagából. És ha hagyjuk elsorvadni, lepusztulni, egy tehetetlen akarat nélküli alakzat marad csak hátra. Én megtanultam az elmúlt esztendőkben, hogy amikor egység, összefogás és bizalom van, akkor képesek vagyunk saját kezünkbe venni saját sorsunk irányítását. Tisztelt ünneplők! Az a hit, amivel Szent István államot alapított, nem vallásfüggő. Meggyőződésem, hogy Magyarország évszázados sikertelenségét a hit elvesztése okozza. Tanuljunk meg újra hinni, higgyünk magunkban, higgyünk családunkban, higgyünk szomszédjainkban, higgyünk munkatársainkban, higgyünk értékrendünkben. Így érhetjük el, hogy országunk, városunk újra Szent Istváni útra lépjen. Bölcsességével vajon mire intene most István király? Az előretekintésre biztosan, mint ahogyan arra is, hogy jövőnk ígéretét ne légből épített várokban lássuk. Arra intene, hogy a jövőt magunkba keressük, jól biztosan megalapozott szavainkban és tetteinkben. Ma pedig ünnepeljünk, mert az ünnep megerősít és életben tart, csak így, mint István király műve és az új kenyér. Európa 1000 évvel ezelőtt már tudomást vett rólunk, a mi feladatunk most, hogy továbbra is számoljon velünk. Végül pedig ne felejtsük Szent István intelmét. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Isten óvja és vezesse Magyarországot és Lőrincit Szent Istváni úton. Isten segítse városunk minden polgárát, önöket. A polgármesteri köszöntőt követően Rados László atya celebrált szentmisét, amelyet a jelenlévők gondolataikba mélyedve áhítattal hallgattak. Könyörögjünk! Istenünk gondviselő atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma az évben kapott ajándékotként oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jel, amikor rászent fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Urunk, érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. Ami Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az Úr legyen veletek. És a áldjon meg benneteket, mennyei Atyán, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében. Jézus Krisztus, a mennyei Atya szeretett fiú, áldja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják és gondosan neveljék a gyermekeket a boldog jövő zálogát. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ér, menjetek békével, Istennek legyen hálád. A Szent Mise végén, a hagyományos kenyérszentelés után a hívek békével a lelkükben és megáldott kenyérrel a kezükben tértek haza. Önök a 60 Televízió adásában a Lőrinci magazint látták, mai műsorunk véget ért, az ismétlések időpontját megtalálják a Képújságban és a Lőrinci hírportálon. Új Lőrinci műsorral legközelebb, tehát jövő szombaton várjuk Önöket, de bízunk benne, hogy addig is figyelemmel kísérik a 60 Televízió adásait. Viszontlátásra!